Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Gazdagrét, az fura vidék. Ez itt a Lantos utca 8, az MD Media szomszédok podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis Retroverzumban. Ez a Lantos utca 8 című műsorunk 9. adása, a mikrofonnál Gizur Gergő. Rögtön pacsizzunk is mai két beszélgető társammal. Először is itt van velünk Melonatilla, Attila. Szia Attila! Sziasztok! Szia G! És végül, de főleg nem, utol, nem utolsó sorban újoncot új avatunk. Üdvözlöm itt a Lantos utca 8-ban Gellérfi Bencét. Szia Bence, cipődet vedd le. Alá szolgálja. És most, hogy beléptél te is a Lantos utca 8-ba, megadjuk neked a lehetőséget, hogy megnyisd ezt a részt, hogy mivel indultunk a kilencedik részben a szomszédokban. És beléphetsz a Lantos utca 8-ban, mert nincsen főkarikád. Zavarba is jöttem itt a lépcsőházban, Eltelt két hét, mintha mi se történt volna, ékat nyaralni találjuk. A hölgy hallgatók figyelmébe külön ajánlottan vágási és haverja Dudás úr meglepően komoly, markáns, határozott fekete fecskékben, egyen fecskékben villannak fel előttünk, mi azért más-más generációk vagyunk, nekem ez a fecskézés teljesen kimaradt. Azért vannak mind a ketten fecskében, mert egy fecske nem csinál nyarat. Mégis nyár lett valahogy. Hát az a 80-as évek végének divatját láthatta, tehát akkoriban, akkoriban még ez, ez volt a menő. Hát igen, én körülbelül óvodáskoromban hordtam utoljára ezeket, de ők így vígan, amellett, hogy Jutka is felöltötte csinos egybefürdő ruháját, és ami még szemet szúrt, hogy Dudás úr, ráadásul cigizgetett is a strandon, ahogy máskor lépcsőházban látjuk őket cigizni. Itt ebben, a, na látod, azért csak, hogy ugye azon aggódtál, hogy nem tudod, hogy mi mindent beszéltünk, ugye ezt a cigarettakultúrát, ezt, ezt rendszeresen azt a Kalámbóba is megemlítettük, de ugye 70-es évek, oh, de, de itt a szomszédban is rendszeresen megemlítettük, hogy itt, itt pofátlanul bele belefüstöttek egymás arcába, és igen, a gyereknek is, és főleg az érdekes, mert ugye Feri nővér, mint gyerekgondozó ugye bemutatkozik, mert megtudjuk, hogy ő volt a Feri nővér, annak idején a, a, az <laughs> az, az árvá Házban. És hát így, így még inkább nincs cigike sem a vendéggyerek, mert az valakinek a gyereke volt, sem pedig vágási felkottása mellett mert hát ő leszokóban van. Igaz-e, Attila? Így van, teljesen igaz. Sőt, nagyon jó, megtartja magát, és még rá is szól Dudás úrra. egyébként nem ez az egyetlen eset, hanem ez elég gyakori lesz innentől kezdve, hogy ő mindig kikéri magának, hogy azért az ő közelébe... Ne? de itt ugye pluszban még a gyerek miatt is, tehát azért itt kezdik az írók egy kicsit ezt az apa szerepet is beadni alá. Nem, hogy rászól, de le is kábító szeresezi, hogy diszkrétan. Igen, ez mondjuk egy kicsit. De Bence, te, mondtad, te mondtad, hogy neked a fecskékor kimaradt. Be kéne téged valahogy skatujáznunk, és azt nem negatív értelemben, de be kéne raknunk téged, hogy most akkor melyik generációhoz tartozó, hogy neked azért maradt ki a fecske, mert, mert ti már akkor is olyan divatot követtetek, vagy azért, mert annyira fiatal vagy, hogy nálatok a fecske már elrepült mire te felnőttél, vagy hogy volt? Ez? Tehát segíts nekünk! Ezt talán nem árt tisztázni, így a, a mind a Lantas utca, mind a Parallaxi szüzességemet. Nem tudom, hogy nálam fiatalabbak megfordultak -e már itt a podcastben. Én speciál 91-es vagyok, idén 33. Szóval én ezt úgy, a, a szomszédokat úgy néztem, de gyakorlatilag akkor, amikor az óvodát végeztem és az általánost fejeztem, mert hogy. Ami, amikor az óvodát végeztem, és az általános kezdtem, ezért úgy, ezeket úgy semmiképpen nem láttam, szóval ez, ez már nyilvánban a 90-es években volt. Jó, hát te handicapes vagy, mert amikor ezt a részt rögzítették, te még nem éltél, tehát innentől fogva. Hát, de, mert akkor még nagyon nem, de hát még a brátyám is éppen, hogy és igen, az is egy sajátos, hogy úgy nézni a szomszédokat, hogy mik mi azok, amik már ismerősek gyerekkoromból, még azok nem, ráadásul kik, mert akkor még úgy szereplők konkrétan összemosódnak, lesz majd olyan poén, amit valahogy megjegyeztem a viskoromból, és már ebben a maratonozásban nagyon várom, hogy végre előjöjjön. De gyerekként te láttál akkor szomszédok részt? Tehát még amikor adták úgymond premierbe, nem pedig így utólag buboréka vagy mit tudom én mivel? Ilyenkor, ebben az időszakban, amit mondtam, úgy, de Azért a gyerek adja nagyon más, hogy fog mindent. Nekem olyan volt, mint hogy a szomszédok folyton lenne, és ez teljesen utólagos sok volt. Hogy a szomszédok folyton volt? Két hetente egyszer volt. igen, de mégis két hetente. És még azt sem kapcsoltam össze, hogy a Friderikusóval egymás után ment, mert mind a kettő ment. Ennek hagyományosan tévénézős szüleim voltak. Rendszerint néztem amiket ők is, kívül az x mert a főcím zenéjétől már kirohantam a szobából, de, de nézzük ezeket is, dallaszt, vészhelyzetet, lehet, hogy némelyik váltották is egymást ott közvetlenül a tévében, de ezek úgy mentek, mentek. És Bence, akkor így... a screencast hallgató nem vagy, ugye? Ha már az X-aktáktól rázott a hideg. De attól még bevállaltam, meghallgattam, hogy szóval ilyen epizódot azóta sem láttam x eljött a végig. Nyilván most már jobban érdekelne, de ez már az én időbeosztásom kérdése. Hát amikor x is nézhetnék szomszédokat, hogy Na és mi a helyzet itt, ami Mulder ügynökünk elé Szkálival, vagy hát akkor mondjuk úgy, hogy Ferivel és Jutkával? Le, Lecseszték le Dudás urat. De bocsánat, egy, egy dolgot még tisztázzunk. Iszonyatos szélben pingpongoznak Feri és Dudás. Nekem, úr. nekem azt tűnt fel, hogy, hogy baromi nagy volt a szél, de amikor pingpongosztak, akkor is fújt, mert amikor beszélgettek utána, akkor már fújt a szél. De nekem a pingpong meccsen mondjuk, hát mennyire, lehet, hogy tojással játszottam a cimmerferibe, és azért nem fújt el a labdát. Hát néha jutka be van vágva közbe, és ott fúj a szél, de hát ugye nem tudjuk, hogy az, hát ez az. a pingpong meccsel egy időben vették-e föl, de a pingpong meccs közbe bevágott jutkánál bizony fúj. Hát lehet, hogy máshol ült. De ráadásul nekem ez szél nélkül sem megy ennyire, szóval így körülbelül a két ütésig szoktam eljutni szélcsendben, pingpongozásban. Jó, akkor téged kihívlak, ez már fasza. Hát <laughs> majd <gül> csapat épít. Úgy érted, hogy ez remek. Viszont meg, meg, haza, haza, haza mi sümegi pacsírtánk megérkezik, és bőm úr az agyára megy, viszont megtudjuk, hogy a lift már működik, tehát ilyen, ilyen nagyon fontos kis apró dolgok derülnek ki. De úgy bőm kifejezetten megörül, valahogy összekapcsolt a fejben, hogy, hogy és megjött, és ennek hatására isteni módon javult meg a lift meg beénekelte a liftet, hogy működjön. Hát. De ebből a pompás hazajövetelből egy momentumot szeretnék kiemelni. Három perc, ötven másodpercnél, ahogy Sümegé még visszatér kirablóira és leütőire, összeszorított ököllel kijelenti, hogy a gazemberek. Hát persze, mert hogy elvitték azt a jubileumi gyűrűjét, amit az operában kapott 25 év után, és itt nem is az a lényeg, hogy ez egy aranygyűrű, hanem egy, hát ez neki ez nagyon hiányzik, és akkor mondta, hogy a gazemberek, ugye, mert hogy azt Ezek a, a... külön kiemelt gazemberek, ez, ez, csodálatos, ebből egy külön kúb is fenn van, akár <laughs> csatolmányokba be is az látom, Egyébként enném? meg nagyon látszik, hogy a Bence ez tényleg készült, tehát így bemondta másodpercre, ugye? hol, <laughs> hol van ez a jelenet? Kedves hallgatók, Bence, aki készül. És akkor most nincs itt Ádám, mert ugye jön az ő kedvence, Juli, aki hát uh, Juli gyakorlatilag uh, annyira Juli volt az, az alatt a rész alatt is, hogy már Juli nem is lehetett volna úgyhogy Juli Effect, Juli is on, jelen pillanatban titkolózik, előre, először kiosztja ugye a feladatokat, hogy, hogy mi a tenni való. Itt kell, hogy felhívjam a figyelmeteket az Ádám hiányára. Az előző részben ugye szó volt arról, hogy az Ádám megmutatja egy terápiás babá, hogy mit csinált vele egy kozmetikus, hogy ő ennyire utálja a Julit megmutatta, nem kell többet jönnie, megértjük Ádám, oké, okay, oké. Okay. Na minden esetre ő, ő titkolózik a család előtt, hogy mit fog csinálni, de kiosztja, ezek klasszikus jül, hogy kiosztja a feladatot, hogy ki mit csináljon, tehát meg van mondva, hogy iratkozzatok be, ezt csináltok, azt csináltok, ide menjetek, oda menjetek, ő meg szépen összeszedi a kis a kis végzettségét, ugye bár Ádámnak nagy kedvence, hogy ez a kozmetikus papírját, hogy ő neki milyen végzettsége van, és akkor majd elmondja, hogy mi újság van, és Mester mi Mestervizsga, mi az a problémád? Mester jó, vizsga. jó, jó, igen. És természetesen sopánkodva keresgél ezután a fiúkban, mert hogyan máshogy. Miközben Julcsi váratlanul nem akar etushoz menni. Sose akar, eddig sose akart. Mégis folyton együtt lógnak. M még nem, még nem, tehát bocsáss meg, etust még nem láttuk. Tehát ez a kilencedik rész, és Etus még eddig csak... Mint... Etus ebben a részben tűnik Hú, fel? Akkor ezt, vágjuk ki, ezt vágjuk ki. Nem, nem vágunk ki semmit. Ki. Szokjad. Szok... Így van, itt nincs kivágás. Tehát e, 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 elrotottad, elrottottad. Nem vágunk ki semmit. Sőt, benne hagyjuk. Ennek a résznek az lesz a címe. Bence nem tudja, mikor tűnik fel Etus, mert nekem kicsit... <síns> etus, mint hogyha mindig is lenne... Bence, akkor mint újonc vagy, most ez, ezt, ezt most megbocsátjuk, tehát mi részek óta ezen flexelünk, hogy, hogy Etus, ugye a Horváth Ádám felesége, nem a miénk, hanem a másik Horváth Ádámé, nincsen még mindig benne. A nem Tamás. Na, hát az mindegy hogy van, aki Ádámnak hívja, pedig én is. Tehát, hogy nincs még mindig benne a szomszédokban, és várjuk, hogy mikor bukkan fel. Tehát őt még eddig nem láthattuk, úgyhogy nem is, nem is, tudjuk, hogy Júlcsi lógott Etussal, de sosem akart oda menni, valószínűleg azért, mert a kamerákat se akarták elvinni a hegyekre. De itt, bocsáss meg, egy nagyon fontos, mert hogy Ádám nincs itt, és ezért az ő kedvér, mert biztos meg fogja hallgatni, az ő kedvér itt, az ő druszája, a másik Ádám, a nagyfehér, azért elég rendesen berekteli a Julit, mert amikor ő nagy lelkesen keresi ezeket a magas végzettségi, szuperprofessionális OK és bizonyítványát, hogy ő bizony arc és mesterszakács, ő, akkor ott ugye ő úgy adja elő, hogy ez a mások arcához való nyúlkálás, ez egy nagyon felelősségteljes munka. Majd Ádám lesz, hogy, ja, meg a lábszörtelenítés. Tehát, hogy... Igen, tehát ugye itt meg kell védenem a kozmetikus szakmát. Bizony, föl tudnak enni olyat az arcodra, hogy többet nem lenne arcod. De én is meg tudom csinálni, anélkül, hogy kozmetikus lennék. De lehet, hogy a jót nem. Na mindegy, lépjünk, lépjünk el a kozmetikus shamingről egy kicsit tovább. Akkor az előző bakimat úgy korrigálnám, hogy, hogy elhangzik, mint egy foreshadowing hogy hogy nem akar etushoz menni, és akkor még nem látjuk, hogy ki az etus. Nem, de Júlcsi annak örülne, ha lenne kocsi, meg lehet, meg lenne tévé, tehát meg tudjuk, hogy tévéjük sincs. Egy, egy kocsi, de inkább egy tévé. Hát, tudjuk, hogy van, tudjuk, hogy nincs tévéjük, hiszen Takácsékhoz jár át tévézni. Ők meg telefonálni. De pláne nagyon amikor csak egy, ugyanazt a csatornát nézhették, szóval... Akkor is villog és színes, tehát ezt tudni kell. Te, te már ugye új, új generációs gyermek vagy, de azért... azért a, a, a... Te is, azt mondod, színes. Na, hát igen, úgy szoktuk mondani apukámnak, hogy, hogy, akkor régen, amikor még minden fekete-fehérben láttad. Kérlek szépen, Juno tévén -el láttam először a Rambót, jó? Viszont mi utazunk vissza Balatonra, mert a vágási família, a, a két és fél vágási, ők ugye éppen ottan egy jó megérdemelt, hát nem is tudom, fagyikát, vagy valami fagyikehelyt fogyasztanak, és hát itt némi, némi vihar van a, ugye a Biliben, hogy Jutka gyümölcsöt menne, szeretne menni szedni, ugye a dudással, mert hogy ő bizony már két hete csak itt van, mert ő nem mehet se napra. Toglik a parton. Hát ő nem, hogy ő pont, hogy nem is mehet napra, és nem is fürödhet. Csak a Feri ugye szórakozik végig, és úgyhogy most őt nem érdekli az egész, ő most csinálni akar valamit, gyümölcsöt akar szedni. Apropóti, mert nyaraltatok valahol egy húzamban két hetet? Vagy ilyen is csak a szomszédokban létezik? Igen. Nem, nem, ez a 80-as éve, ez a 80 90-es évek állandó jelleg, a beutaló, ezt így hívják, ugye, amivel ők is ide kerültek, csak ők ugye olyan beutaló, ami protekciós beutaló volt, mert ugye ezzel itt megvették kilóra azzal, hogy betanulja az új nyomdagép használatát, amire egyébként szenved utána, de mi is rendszeresen úgy jártunk a Balatra, hogy beutalóval, és két hét, én két hét talán nem is voltam hajlandó adni gyerekként, bár nem, mintha kérdezték volna a véleményemet, de én azért, én azért rágáltam, hogy két hét, két hét, két hét, két hét. Úgyhogy igen, erre az a válasz. Én meg inkább nem flexelek. Mert mi nincs hétvég, az ilyenkor nem szoktunk flexelni. Mert most mennénk két hétre, hát muszáj lennék legalább, nem tudom, három naponta elindulni másfele, mert, mert megbrondulik ugyanattól a környéktől. De ők, ők végül elfagyiznak két hét után. Da jó, is. de, valószínűleg, de, de, jó, de szerintem te ilyen alkat vagy. Tehát ez nem hiszem, hogy én, én a mai napig el vagyok két hétig a Balatonon, úgyhogy döglök. De... Én a megfelelő taverna mellett Görögországban egy hónapot is el tudok dögleni, hogyha arról van szó. De nekik nem taverna, nem ez a fagyizó. Az szóval akkor te inkább akkor most jutkával menni egy gyümölcsöt szedni, mint sem Ádámmal is dudással a, vízbe huncutkodni. Hát esetleg, vagy is is. <laughs> hát, most jutka, jutka huncutkodásait most pláne egy várandósan, hagyjuk, de... Ki akarod húzni Bencéből, hogy a jutkával vagy a felivel akar huncutkodni? Hey, hey, <laughs> az első alkalom. <laughs> én azt mondtam, hogy jutkával gyümölcsöt Tudni, vagy a ferjékkel huncutkodni. A jutkával való huncutkodás szó nem Jogos, volt. jogos. Így ezt a részt kizárta. Tehát ez szó nem volt. És ezek Dudás úr még cigivel is megkínál. Az, abban valószínű, mert a Ferit is megkínálta. Na de ott még a, a kívül elhangzik még az is, hogy milyen nevet szeretnének adni a gyereknek, milyen nem preferenciáik vannak, hiszen jutka a franciskához, Feri meg az ifjabb Ferihez ragaszkodik. Ez és, klasszikus. És, ez már nem, nem egyszer fog hangzik. Igen, állandóan megy a vita, hogy amikor a gyerek szóba kerül, akkor Franciska versus Ferenc, ifjabb Ferenc, ugye ez a klasszikus apa-apa nyomdokába lépve ő is ugyanazt a nevet viselje, csak legyen egy kicsit elérak vagy junior. És hogyha az Egyesült Államokban történt volna az egész film, akkor ugye teljesen mindegy lenne, hogy akkor Franciska vagy Ferenc bármelyiknek hívhatnák, bármi lesz. No de hát megérkezik a mi kedvencünk Kozma Jocó, Akit ugye Júlcsi elhív, bár egészen pontosan azért hív el talán, hogy elmenjenek Etushoz, de a lényeg az, hogy Jócsi va valami szajrét is Igen, egyenek krémet, vagy mi a bánatot küld a Juli, de hát Jócsi fagyizni akar. És itt megtörténik, az, megtörténik a szent pillanat. Az, amire már mióta várunk, tíz része, kilenc része, görcsösen várjuk, hogy Etus in the house. És nem is egy akármilyen jelenettel lép be etus, nem egy akármilyen mondattal, szöveggel. Ajaj. Egy óriás oltással indít mindjárt. Hogy vezetik fel, mert elhangzik az, hogy jé az Etus. Aki nem más. A nagymamák gyöngye, kerámikus és haver. Ez nagyon fontos, tehát tudjuk, hogy azért akire kilenc rész óta várunk görcsösen, az nem csak úgy egy sima ilyen nagymama, meg tyúkanyom, meg mit tudom én. De mindig ott volt a levegőben, és én is azt hittem, hogy már régen látjuk, ahogy annak idején Jankanint is rögtön láttuk, de most már őt is látjuk teljes valójában. Igen, de ugye te nem voltál velünk az előző két-három adás felvételénél, tehát hogy itt Etusnak egy ilyen mitoszt fölépítettek, tehát ő, ő, rá várni kellett, ő, őt, meg kellett, hogy mi ka nézők kapjuk. Meg kellett érdemelnünk. intenzív, meg kellett érdemelni, így van, nagyon jó, mondja Etus, akkor... Etus a jutalom, a kilencedik rész jutalom. Talma. És megérkezett. <laughs> Igen, de azért, hogyha ez a jutalomfalat, akkor gondolkozzunk el, hogy biztos akarunk-e tovább menni. Na, akkor viszont neked az a, az a jutalomfalatod, de, uh, Melon, hogy most akkor mondd el, hogy uh, Etus hogy jelent meg ebben a részben, tehát mi volt neked az első fellépés a szomszédokban? Ugye a szipla jelent az, hogy Etus autót szeretne venni, legalábbis mondjuk úgy, hogy érdeklődik, és mint kiderült, egy ex-focista ugye ennek az autókereskedésnek a vezetője, aki Tetus természetesen látott az utolsó meccsén, és tudja a becenevét, és minden. Na majd mikor kiderül, hogy Etusnak azért olyan nagyon nincsen sok pénze ahhoz, hogy ezekből az autókból válogasson, akkor ez a kedves focista ember ez ugye leépítette, hogy hát itt sok mindent kaphat autót, nem? És akkor erre az Etusnak volt még egy ilyen utolsó visszaszúrása, ami nagyon Etusos, és egyébként az utolsó gólya különben is les volt. <laughs> hát, hogy ez, ez egy fullátusos beszólás. Ez a bizonyos, bizonyos focista, ez a krumpli nevű, ezt, 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 ezt a karakter Csányi János alakítja, aki majd később góliátként fog visszatérni ebbe a sorozatba. Itt még ő nem góliát, és nem is tudjuk, hogy ő góliát, de ugye ez a klasszikus, majd amikor kecsölnek együtt felivel később, ugye ő Csányi János. És ha már így beszéltünk arról, hogy kinek mennyi pénze van, ez az érdekes, hogy ugye 87-ben vagyunk, ugye egy három éves zsigulit 127 ezer magyar forintért kínált, ez a mi krumpli barátunk. egy vadi új alfát 900 ezerért, viszont Etusnak csak maximum 40 rup rup rupia van, amiért egész pontosan azt az oltást kapta, hogy egy közepes kerékvár vagy egy gyenge ló jöhet szóba. Na most, hogyha esetleg, esetleg a Melonnak van, van ideje és kedve, persze hogy van ideje és kedve kiszámolja, hogy ez a 127.900 és 40.000 ez mennyi zsé, azért nagyon hálásak leszünk és kap egy pacsit érte. Egyébként körülbelül, tehát a Lada, az körülbelül egy ilyen átlag... Ez Zsiguli, Zsiguli volt. 20... Zsiguli? Ezer es Lada. Fordítom. Az... Az... Nem. Jó, tehát egy Zsiguli, az körülbelül 20, 20 havi teljes bér volt, amit ö, ez az emberke kért. És akkor itt szeretném felhívni a figyelmeteket, és egyébként a Szerencsejáték RT-nek, vagy nem tudom, hogy hívták egész pontosan, az a lényeg, hogy ez a telelottó szelvények voltak, ugye, akkoriban lehetett nyerni. Ez, mint most, mikor nem magát a lottót játszott, hanem ilyen extra nyeremények vannak mellé. Na és kérlek szépen benneteket, itt lehetett autóutalványokat is nyerni. Lada 1002-es S és Warburg típusokhoz 30 ezer forintos utalványt lehetett nyerni. Tehát nem az autót nyerted meg. Ugye látjuk, mennyibe kerül egy kocsi, és nyerte hozzá egy 30 ezeres utalvány. Na most az érzi, hogyha egy, egy használt három éves zsiga 130 ezer, akkor az a 30 ezeres utalvány az a kenda hajadra kategória. Tehát. <laughs> Mert az is még csak maximum csak 70 ezer jön neki Etusnak a 40 évvel együtt, ami hát lehet, hogy már egy jobb ló. Nekem még egy autópiacos ilyen gyors hírem az lenne egyébként. Egyik kedvenc újságunk, ugye a Somogyi Néplap, amelyet elég gyakran... Szerintem neked azzal a szobád már ki van plakátozva. Árkánom előfizetése nincsen. kedves Patreon állók egyébként lehet arra is küldeni egész nyugodtan pénzt, és akkor nem csak a Somogyi Néplapból lesznek különböző cikkek. Szóval ugye beszéltük, hogy itt mennyibe kerül egy autó. Ugye 900 ezer volt egy alfa? Ekkor nyitottál az A-Face legújabb autótelepét Böhönyén, tehát ahol ugye használt autótelepet, a komplett telep fél millió forintba került. A komplett telep megvalósítás. És itt került 900 ezerbe egy alfa az egy nyugati autó, még ugye a Zsiguli és a, a, minden többi nyilván keleti, úgyhogy lehet, hogy ez miatt is volt a difkó. Hát így is né négy Zsiguliból megvan egy komplet autótelep Böhönyén. Jó csík viszont odaszaladnak Etushoz, és hát szegény Kozma Jocó szereplése nincs, nincs, nincs bádi sémény nélkül. Megkapja. Tehát ő megint megkapta az adagját arra, hogy ő bizony dagadék. Én ezt tényleg hihetetlen, ez már. Tehát ebből már tényleg sportot üznek. Figyelj, te mindig ezt az bádi mondod, ugyanakkor csináltuk a kozmetikus séminget, amit én kikérek. Minden kozmetikus nevé Ben veletek vagyok. Bocsás, nem kozmetikus shaminget semmi mi Juli séminget csinálunk, nem ugyanaz. Nem, bá, én, én kikérem a kozmetikusok nevében a kozmetikus séminget. Itt mindenki megkapja helyét. Mm. Nekem a, a kozmetikusokkal sem bajom nincsen, nekünk Julival van problémánk Ádámban. Bocsánat, de itt a ne, hallgatók ugye nem látják, de Isten hangja beszólt a csetbe, és Ádám beírta, Juli, Juli, Juli. Nem minden kozmetikus Juli, maradjunk annyiban. Ha már Juli, akkor, akkor ugorjunk is arra a részre, hogy Juli megjelenik, mert Gábor, pillanat, Gábor. A pillanat, hogy, hogy, hogy Etustól hogy kapja meg ezt a body shaminget, mert okay. egy fokkal kreatívabban, mint csak simán ledagottozná, mint egy kozmajuszót lépte nyomó mindenki, mert Tetus hát azt kérdezte, hogy nem szűk neked az utca? Körülbelül első vagy második hozzászólását. De Jocón úgy nem látszott, hogy különösen megtörne. Hogy meg Megszokta viseli, egy, egy, igazi hős. Viszi. Figyelj, neki minden, csak legyen meg a fagyi. Nekem úgy tűnt most is, hogy leszarom, csak legyen fagyi, és végül lett is belőle, mert kocsi nem lesz, de fagyi, igen. Mi vagyunk a mindennapi hősök, Kozma szóval. Ha ezzel jár, ha ezt kell viselni a fagyiért. Napos napokon tök jó árnyékot tudok a gyermekeimnek prezentálni. Igen, mehetünk tovább. Hát akkor, akkor, lehet, hogy titokban kozmetikus is, hogyha ezt mutatja, meg akkor őket is folytatjuk. Hát igazából Melon egy kicsit kozmetikus is, és kozmajocó is, de ne, ne, ez így már sok lesz nekem. Kozmetikus jocó. Na, menjünk akkor jól Jó, meg Gábor Gáborra, hogyha már így sikerül őket végre együtt megtalálnunk ismét. És itt még magázódnak. Hát itt lényegében ott tartanak, hogy Gábor Gábor kifejti, hogy ez lesz itt a nagy biznisz, gyere velem, kislány. Igen, de ugye úgy indul, hogy ebbe lóvét kell belerakni, ugye Júli közli, hogy neki nincs lóvia csak tartozása, nem baj, akkor is gyere. Tehát Gábor Gábor hajthatatlan, itt biznisz lesz. Ezt teszem hozzá egyébként halkan, hogy amikor be, neki, hogy itt lesz a fotostúdió, itt lesz a, 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 fodrászat, és akkor a, amikor be, betereli ugye a, a kozmetikus helyiségbe, ha majd ugye ő fogja szépé varázsolni még szebb hölgyeményeket, akkor azért elég rendesen végig stírüli a Julita, ahogy bemegy. Gábor Gábornak kettő dologra van igénye, biznisz és Juli. Tehát hogy igazából ebből igen sokáig nem is lép ki ebben. De Tehát láttunk más stírölhető aerobikosokat is, szóval ez egy, ez egy csuda hely, szóval egy, egy pár szoba az egész, de mégis ott aerobikoznak, stúdió, kozmetikus, én nem is tudom, úszó, úszómedence volt. Ott. És fogyó, fogyókúra, mert ugye alapvetően ez a fogyókúra a stúdió. Mert volt ez egy így, testkultúra, ez, ez, bocsánat, megkerestem. Ez egy Test testkultúra, testkultúra. testkultúra ezt ez a szót kerestem, ezt leírtam, mert akkor már sok egyára mondták, mondom, ez most már releváns, nem csak elszólás. Nem erről a kérdés, miért stúdió a stúdió? Hát Isten én, beszól. Én, ez, ez, jó, ez, jó, kérdés, de, de következetesen így hívják. Ez, egy multifunkciós tér, de stúdió. Szerintem ami szó akar elnyomni. <laughs> azért stúdió a stúdió, mert ugye Gábor Gábor alapvetően fotós. És ugye a fotostúdió miatt, ugye azért lesz stúdió, mert ugye ez egész a fotóra épül, mert ugye az alapkoncepció az, hogy a fodrász levágja a rőzsét, Juli megigazítja a pofit, és utána a stúdióba be lehet menni, és ezt meg lehet örökíteni az utókornak. És hát itt a stúdió a lényeg, hogy erről a fotó készül, mert ugye a mai tanulságunk is az, hogy picorit never happened, tehát kép, vagy meg se történt, ez ugyanerről szól, már ők már ekkor ezt felfedezték. Ha nincs róla a fotó, akkor téged nem is csináltak meg a kozmetikusok és a fodrászok. És mint ahogy Gábor Gábor megejti, azért, hogy a kecske is megmaradjon, a káposzta is jól lakjon. Úgyhogy most ezért, ezért most jutalomból, mert hogy te ilyet mondtál, ezért most Melont elküldjük gyümölcsöt szedni. Bizon, végre gyümölcsedünk. Mondjuk én nem ismertem fel, hogy milyen gyümölcsöt is szednek. Szóval hogy az, az, egy barack? Állítok Szilvát, mert hogy azt mondta, hogy Szilva befőttet fog, hogy Szilva lekvárt fog főzni belőle, hogy Szilva. Hát ki Szilvát, ki Pálinkát, ki meg ugye eladja, mert hogy Dudás úr ezt alapvetően mindenféle eladásra szánja. Igazából én egy kicsit itt begyorsítanák ennél a, ennél a szedő akciónál. Milyen, mert sok minden történik. Ugye elkezdik szedni a Szilvát, jut és is dolgozik kőkeményen a napsütésben, és sajnos ennek valószínűleg a későbbiekben ugye lesznek következményei, erre engednek következtetni az ottani beszélgetések. Benyilal neki. Igen. Dudás úr pedig ö, ugye felkészül arra, hogy eladja lehető legtöbb szilvát, majd megbeszélik, hogy na akkor most elég, és akkor oszolj, induljunk neki, ekkor Jutka rosszul lesz már nehezen tudja tolni a biciklit, Ferivel még egy kicsit beszélgetnek, de aztán utána meg is kell üljön, és akkor itt el fogunk érkezni egy snithez, hiszen itt későbbiekben fog jönni egy elég komoly drámai átvezetés, vagy egy drámai jelenet ebből adódóan. Igen, de azt még megtudjuk, hogy ugye egy hétig itt tudjuk meg, hogy rossz idejük volt, és hogy 200 forintjuk maradt az utolsó búcsú ha mennyi, mennyivel is indultak uh, nyaralni? Kedves hallgatók, ezt az előző részből vissza tudjátok hallgatni. 1300 forint. Ak abból nem olyan sok az a 200 forint. Ezt nem érzem soknak. Tehát 1300 forintot feléltek. É és még így is bulikázni készülnek, és uh, Dudás úr koktél ajánlata kávé- és tojáslikőr, ami szerintem fel is emészhetné azt a 200-at is. Nem, mert ingyen kapja, mert ez a tudás ez egy jó arc, mert annyit sefte, hogy a, a, a szilvából, amit most elfogadni az útszélén, abból ki fog jönni a pia, meg a minden, még lehet, hogy a nők is, de hát ugye erre végig is nem kerül sor. Viszont sor kerül... Lenke nénire, már mind nem abban a formában, ami vérnyomásáról kiderül, hogy nem jó, ezért a mostara beígért szemműtét az bizony nem fog megtörténni. És a hát szőlősi doktornő... Micsoda csavar! Végre a szőlősi doktornőre realizálódik, hogy ez a Lantos utca összekapcsolható, és most már lesz elég vér a pucájában, és rákérdez a mi Lenkénknél, hogy ismeri egészen véletlenül a vágási jutkát, amire pedig az ő válasza... Pedig mennyit gondolkozik egyébként a, a vezeték nevén, ugye? És meg azt, hogy egyetemben lesz ebben elég bátorság, hogy rákérdezzen. Amire pedig Lenke, hát ő, nem nagyon mondanám, hogy sok mindent pletykás, de igen, mit is, Mi miket árul el Lenke? Gyakorlatilag mindent is. <hül> Alig néhány dolgot, hiszen szomszédukban élnek, nincsenek otthon, hiszen nyaralni vannak. Nálunk a kulcs, egyébként oda van fölakasztva, se ez hogy nem mondja persze, de hogyha ezt ugye hogy bárki másnak mondja, akkor hármat vakar az ajtó, viheti a kulcsot, viheti a lakást. <hül> hát, ha nem az anyja lenne, hát ez veszélyes kijelentése. De Lenke néni nem tudja ezt, hogy az anyja, hanem ugye azt mondja, hogy a szülő, ők ismerőse vagyok. Tehát hát ez az. igazából egy kvázi vadidegennek mondja el, legalábbis az ő tudása szerint, de hát elég rendesen ellátja információval. Sőt, ugye itt derül ki az is, hogy hát biztos örülnek a szülők annak, hogy nagy szülők lesznek. Na és akkor itt a doktor nőnek egy kicsit leesett az álla. diszkréten lebuktatta, hogy nagymama lesz. Hát így tudta meg. Ifjabb Ferenc, avagy Franciska? Igen, érkezik haza Alma mama, inkább beszéljünk erről, ugye Alma édesanyját várjuk, és itt Dezir és Alma között láthatjuk, hogy nem éppen felhőtlen a viszony, és ö, eléggé beszólogatnak egymásnak. Ugye itt Deske, amik kis Deske barátunk, ugye kínosan érezte magát azon a bizonyos vacsorán, amikor ugye Lenke azért kőkeményen neki esett, és ezért nagyon be van feszülve, és mint kiderül, amióta ez a vacsi volt, azóta fontosan cseszegeti az Almát a munkahelyén az irodában, ami szerintem a leggázabb és a legundorítóbb. jó, de dolog. hát ugye Desiré, amúgy is egy ilyen nagyon kellemes, kedves ember, ugye? Nem. Igen. Szóval... Alma pedig úgy azért van kiakadva, mert hogy talán nem azon a bizonyos deske által kellemetlennek titulált vacsorán kellett volna megtudni azt, hogy neki bizony sokat jár a házasodott és magas felnőtt gyerekei vannak. Na, csak jár, és még mi? most is házas. Tehát, hogy... És ezért egy egészen furcsa, ilyen félig akcióhűs és félig női napszemüveges, sajátos napszemüvegben. Igen, az, az, a Michael Knight azért egy kicsit csettintene érte. És piros ladában, piros zsigulikban, az, az ilyesmiben szigorúan lada. Szóval egy deziré hatalmas király, de olyan egészen furcsa összetevőkkel. Az igazából ilyen rében másolat volt, annak idején lehetett kapni, egyébként egyetlen fejlet volt a sport. A apukámnak is volt ilyen szemüvege, úgy, hogy ezzel... ez a... viszony, vagy mi a bánatnak nevezik Dezirés, és Alma között ezt a közröhelyt. Ez évődés. Ez, a, ez, relatíve új, de hogy ezek már most milyen penetra toxikus viszonyban vannak egymással amúgy. Tehát ezeknek nem volt két vidám pillanatuk. Ez az első pillanatok kezdve egy egészségtelen viszony, tehát... Hát, hogy igazából... Az egy, az egy dolog, hogy egészségtelen. De rájöttek -e ők is. Mert Alma kukacoskodik. <laughs> ja, Istenem, nem? Igen. Mi, egy mérgezett ó. Jó, én, én most másfél percén újra bebutolok, jó? <laughs> Na jó, menjünk inkább a pályaudvarra, jó? Mert ugye érkezik a, a, az Alma mama, <laughs> aki nem esett messze a pályától a, nyugati pályaudvar is tehetjük benne, én, mint aki nem is éltem akkor, meg nem is Pesten éltem, de az körülbelül a nyugati. Igen, az a, a nyugati. Illetve annak egész konkrétan egy idő után a restiét, ami ugye szintén egy ilyen ikonikus helye a pályaudvaroknak, legalábbis ebben az időben. Nem is tudom, van még resti? Biztos, hogy van, csak nem így hívják. Miután már fél órája késik a mamot. Itt azért, igen, ez egy nagyon fontos, amit a Bence megemlített, hogy van, á, Isten azt mondta, van resti egyébként, nyilván onnan ír most is. Itt azért egy, egy nagyon érdekes dolgot említett meg a Nem Bence. rest, onnan nem lesz a restiből írni. De... <laughs> hogy ugye késik a vonat, és itt erre, ezek, tehát a szomszédokat azért jó újra nézni, mert vannak dolgok, amik, amik ma is aktuálisak, vagy még inkább. És az a vonat kés ez abszolút az, és hogy Taki gyakorlatilag megmondja, hogy már fél órája késik, de hát a késés kell megfizetni, azért olyan drága, mert sokáig ülsz rajta. Zseniális. Ez, az, az egy óriási 2024 mondat. 2024-ben hibátlan. És, és egyébként tegyünk hozzá egy darab kommunizmust is, jól? Tehát, hogy ez egy nemzetközi vonat. Persze, hogy többet késik. Tehát... És úgy is, hogy messzebbről jön. Persze, pontosan. És talán maga az a vonat is ugyanolyan, mint akkor volt. Szerintem még van olyan szerelvény, ami még, ami még ugyanúgy. Maximum egy festésen átesett, azt hello. De itt ugye az olyan fontos, hogy ha már beülünk a restibe, ugye megtudjuk, hogy szegény Alma már nagyon kivon van a lenkétől, mert hogy ugye állandóan cseszegeti. És meglepő módon Taki rákérdez, hogy azért nem lenne jobb neki úgy nem a folyton a nagyszüleivel együtt lógnia. És... Ezt nem lesz... hogy rákérdez, hanem szinte sugalja, hogy... elvezeti. De ez meglepődtem, mert ahhoz képest, hogy úgy folyton együtt lógnak, ragaszkodnak egymáshoz, így Taki úgy kicsit észre. hát, Tehát tőle azért nem még nem egy jó nem nagyszülő nem az nem úgy vágja, de. hogy esetleg mi lehet az unokának a problémája. Szerintem itt pont előjött egy tök jó ilyen ilyen gyerekét nevelő nagyszülőnek. Taki a... szokásos jó fejessége igen, szerintem. Igen, ez, ez egy tíz pontos kérdés egyébként. De ő... az, hogy vele így lehet beszélgetni tényleg arról, hogy a lenke azért az alma agyára megy, Ö, az, hogy akkor nem az a megoldás, hogy a kislány legyél toleráns, hanem az, hogy keresünk majd neki mellót, hogy ne legyen ennyi szabad ideje. Itt pontosan ugyanazt a kvázi apalánya párhuzamot láthatjuk, ugye, ami a nagyfehér és Mágen a Júlcsi között van. Csak ugye itt nagy na nagy papalánya, vagy unokalánya. Megint rá... visszajön az, amit sokszor beszéltünk a pozitív férfi szereplők, hogy abból mindig valahogy több van. Igen, mindenkinek az apukája legyen kicsit szöbb. Mágen mert mindenki a nagypapája legyen kicsit takib, aztán egészségesek Ilyen takib. Nem, csak ez a kifejezés. <laughs> oké. Okay. Mágenebb és takibb, és ez egy, ez egy ilyen, vagy lesz egy ilyen méter, ilyen takiméter, amivel lehet jelezni. Mennyire taki a nagy faterod, érted? Vagy mennyire etussan nagymuterod, hát? A takométer, oké, okay, ennyi. Sőt, bocsánat, abba, ahogy Kozma jött szóval csak a tahó méter, jött még le etussol, de ez <laughs> a későbbiekben azért némileg változik. <laughs> a első benyomás. De az Etusról, tehát Etus még alig ismerjük, de Etusról már kilenc rész alatt megtudtuk, úgyhogy csak most láttuk először, hogy ő akkor is, akkor is ő egy igazi úri hölgy és dávam, amikor bunkó. Tehát őről tudni kell, hogy Etus ugye the one and only, the untouchable, the, the, the holy. Tehát ő, ő, szent és értetetlen, érinthetetlen és szent. Kicsit keltsük föl egy előre szerintem a hallgatóinknak a figyelmét, hogy a következő részben lesz nagyon jó beszólásra. Úgyhogy kérjük, hogy iratkozzatok fel gyorsan a YouTube csatornánkra, vagy a podcast lejátszotokba gyorsan nyomjatok rá a szívecskére, feliratkozásra mindenre, hogy a következő részt is halljátok itt velünk. De közben ne ugorjunk el egy nagyon jelentéktelen rész mellett, hogy szegény lacit megtalálják a kékek. És bár őt nem gyanúsítják, de a haverjére kíváncsiak, mert hogy azok is motorosak. Én erről nem akarok. ha hát, ti akartok bármit akkor, de én nekem, nekem ez a része fájt Három motoros srácra. Ebben azért volt egy kis érdekesség. Tehát egy, egyrészt megkaptuk, ugye, Laciról ezt a boxoló, ugye, itt, itt bemutatják. Azt tudtuk. Úgy, oké, de hogy itt meg. Tehát, ö... Kapunk ebből egy egy másik szemszögből is, ugye volt egy, hogy Alma oda telefonál, és akkor már látjuk, hogy boxol, itt látjuk azt is, hogy mikor a rendőr oda megy, ak ő, ő akkor is egy olyan sportemberesen és keményen karakánul odaálló valaki. Hát azt a zsukajtót azért nem akárhogy cseszte be, tehát igen. Igen, tehát egy keményen karakánul odaálló sportoló, akkor mondjuk így. Aki egyébként még tök logikusan meg is magyarázza a rendőrnek, hogy hát mert hogy három motoros láttak a környéken, és akkor ugye ők itt gyanúsak. Ebből viszont Laci tisztázták, tehát akkor ő kiszámolta neki, hogy akkor már csak kettő gyanús ember van, akkor hogy jön ki a három. Kész, megvannak. Félelmetes rendőrmatek, félelmetes. Így van, itt, itt, itt egy kicsit azt hiszem, hogy luk, lukra ment a rendőr úr, viszont a végén azért egy kicsit kétségbe hagynak bennünket azzal a kapcsolatban, hogy most Laci beköpi a haverjai nevét, vagy nem ez nem derül ki. Ez egy cliffhanger. Vajon volt a fülkarikájuk, ugye bár azoknak az elkövető haveroknak? Mert lehet, hogy azért gyanúsak. Szerintem egyébként nem, mert azokban a bokós isakokban a fülkarikával visítottak volna. Viszont ugorjunk uh, Ádámnak egy kicsit most uh, legyünk, kedvezzünk, mert hogy ismét juli percek következnek. Ajaj, nincs jó estéjük. Nincs, nincs, juli hazaesik, és hát Ádámik vacsiznak, és mint kiderül, Julcsi rántottáját, amíg az Ádámnak se, íze, se nincsen. És hát juli szokás szerint idegbetegen, bunkón megérkezik, neki iszonyatosan nehéz mindig az élete, az, az őt, ő, vállát nyomja az egész világ terhe. Figyelem, kozmetikus sémünk következik. És hát Julcsi pedig véletlenül leönti őt vízzel, és ő ezen annyira kiakad, olyan drámátlen drámát De azt háromszor kellett visszapötyögnöm, hogy, hogy itt, itt mit csinálta a Júcs? Hogy, 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 Véletlenül fogja... nyakon önti a, a, jobb kezével. Igen, igen úgy, úgy, kivettem, csak olyan nagyon furcs, lehetetlen mozdulat. De bassza meg, már elnézést kérek. Ez csak víz. Hazaérsz. A munka, a tök mindegy mitből. Arcot kenegettél, tárgyaltál, tök mindegy, mit csináltál, a munkarú abba a ruhába, amiben egész nap izzadtál. És akkor megjön, hogy jó estét, és akkor aztán jött is egyből lebaszás egy kis vízkilagyba. A fene egye meg az egészet, hát ő a koszos ruhájában ér haza, és azt véletlenül a lánya leönti vízzel. Annak már tök mindegy, megy a most, mert ha leöntötte volna vörösborra, vagy szőlőlével, vagy kólával, akkor azt mondom, hogy hát mellól alól értem, mert ennek, a, ennek a, szép ciánkék cí, ruhának baja lesz. De csak vízzel öntötte. Tegyük hozzá, hogy valójában ugye a helyzet az úgy néz ki, legalábbis ezt próbálják szerintem játszani, hogy ő megpróbálja megölelni az anyját, hogy hazaérkezett, és e közben oh. Csak, csak pohár víz volt a kezében, mert azt meg a nagyfehérnek hozott. Én, én is úgy szoktam ölelgetni, persze. Le se teszem. A lényeg az, hogy, hogy itt, itt megint jön egy Ádám, Ádám Júlcsi pillanat, ugye a De, de amikor itt Júli így fog. Ádám, ezek olyan nyugodt kőszikla, a nyugodt erő. Hogy... Hát itt is az lesz, mert ugye Júlcsi ő nyugtatja meg. Nem, itt egy nagyon, nagyon fontos részlet. A Júlcsi és az Ádám beszélgetéséből még kiderült, hogy valami történt, amit még nem mondanak el anyának. Ajjaj. Ez két perccel később egyébként kiderül, mert amikor Júlcsi lefekszik, akkor ugye Ádám elmondja a problémáit, tehát ő szembesíti végül is Júlit, ugye a az ő gondolataival, illetve az ő meglátásaival, és akkor a végén még oda, oda löki neki egy. Egyébként megvettem a gyereknek az álmát. Na, és akkor erre ugye Júli megint teljesen kiköt, hogy isten, menjünk, is! Egy hörcsögöt. <laughs> arany hörcsögöt, várjál azért. Aranyát, azért drágább volt biztos. Hát nem is egy arany vagy arany tévét. Azért volt. Akkor itt más. elmondom neked, az a különbség az arany hörcsög és a többi hörcsög között, az arany hörcsög nagyobb és barna. És aki támogat bennünket a Patreonon, annak küldök a lányom aranyhörcsögéről képet. Hm. Na, kitaláltam egy Patra óra rakunk fel a hörcsökképet. Előtte ne felejtsük, hogy Juli felvázolja, hogy kilép a szövetkezetből, és ugye maszekba beszáll a testkultúra bizniszbe. És ugye itt, itt ugye Mágen rögtön kiakadt, hogy ez pénz kell, de Juli szerint csak elhatározás kérdése, és hát Mágen szerint meg nem. Tehát Mágen nem nagyon támogatja ezt a projektet semmilyen szinten. Szerintem azért itt Juliba benne van az, hogy ő ugye érzi azt, amit Gábor Gábor itt a háttérbe akar sugalni, hogy Hát azért más, máshogy is, hogyha nincsen pénz, mert ugye ez Gábor Gábor neki folyamatosan sugalja. És szerintem a, itt a júliba megfordul ez, mint Béter. Mármint? Hát, hogy esetlegesen saját magát adná Gábor Gábornak. Ja, hogy akkor ő, ő lenne, ő lenne a deviza. Ilyeneket feltételező. Hát, ők itt pillanatnyilag egy rossz házasságban vannak, és azért bizony, ugye ő rá, rá, rá a Gábor Gáborra, aki, aki ezért durván vonzódik hozzá. Tehát hát meg, 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 tudna adni azt a jó módot neki. Van egy ilyen pillanat, amikor én azt érzem, hogy, hogy a Juli bizony kikacsint arra, akkor ott, ott, ott egy bét. Ott szikrázgat valami. Én érzek benne egy ilyet, de ez, ez, a csak a saját véleményem. Igen, mert ott, van a pénz, ott van az anyagi biztonság. Mert pláne ilyen füllett helyen, amiről ezen a ponton jegyzeteltem fel, hogy egy testkultúra, kozmetika, fodrászat, fotó, kombináció. Igen. Nők, buja, idomok, csinosság. Hát igen, ott, ott vibrált. A Mágán és Juli egy egyel ugye kiegyeztek, hogy a, a magán való beszállás az egalizál van az aranyhörcsöggel, és akkor senki nem a másikra. Hát engedjük el, hogy ez vajon egy van, de mindegy, mert hogy megérkezik végre Niski Nóra, az Alma, almamama, akit Bajcsai Mária alakít. Lenke ott bealudt a sötét szobában, kapkodva és kis ilyet, miközben mindenki megérkezik, hát így kell vacsorát tálalni a látogatóknak, és valóban elmaradt ez a bizonyos műtét, mert kicsit magas volt a vérnyomása, talán ezért is találják olyan váratlanul otthon egymást. Egyébként, ahogy mennek haza, ugye itt csapatostul, és tudják, hogy a Lenke az kórházban van, épp az beszélik, hogy mennyire degeszre ették magukat, hogy lesz ebből még vacsi ezek után, hogy lenke készült. És, és, de hát nem tudják, hogy lenke készült, lenke meg készült, és akkor ugye taki bácsit, amíg a végén elhangzik egy ilyen zárószó, zárószónak, hogy pedig akkor is enni kell. Mert... Így van, itt nincs mese. Hát, és sajnos a részt azt uh, azzal zárjuk, hogy bulizni készülnének a vágásiék, de valami akkor történik, Jutka nagyon rosszul lesz, és sajnos ez később kiderül, igazából elveszti a babát. Ment, mentőt kell hívni lényegében, ugye kimondatlanul ezt azért már itt tudhatjuk. Bence, hogy érezted magad az első felvételen itt a Parallaxisnál? Hát a szomszédokosan szólva pompásan, beleestem a mélyvízbe, de nem fullattam bele, mert utánam kellene ugorni a vagy Ferinek, vagy Mágennek. És akkor én ezzel zárjuk ezt a mai adást, úgyhogy Melon Attila, Gellérfi Bence és minden kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, hogy a üzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Nem volt elég az Olvasd a parallaxis.tv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.